A diszkrimináció ellen tüntettünk, és azt mondjuk, hogy senkit nem lehet azért semmilyen módon hátrányosan megkülönböztetni, mert ő szuverén jogán úgy dönt, hogy ő nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel. És ez az a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ezt mondja, hiszen a Fidesz is és a balliberális tömb is folyamatosan az oltásnak a felvételére buzdítja hát, mint az embereket. Egész világ gyakorlatilag. Buzdította az embereket, így van. Számos más járványkezelési probléma is van egyébként azzal, amit az elmúlt másfél évben bemutatott a kormány. Azt hadd tegyem hozzá, hogy ön említette ezt a 30 ezres halálozási számot, de nagyjából ennyire tagsálják a becslések azok a halálos áldozatoknak a számát Magyarországon évente, akik a dohányzással összefüggésben hozható betegségek miatt halnak meg. Hát nem emlékszik, a Nemzeti Dohányboltok Hálózat az azért jött létre, mondta Lázár János, hogy kevesebb legyen a dohányos, nem sikerült. Jó, ezt is mindenki tudja, hogy ennek mi volt, valójában egy óriási mutyi volt ennek a célja, de említhetném a magzati életkorú gyermekeket is, akik abortusz áldozatai, szintén Magyarországon több tízezres nagyságrendben évente. Tehát, hogyha a járvány kezdete óta másfél év időszakára visszatekintünk, akkor mind a dohányzásban, mind az abortusznak a következtében több halálos áldozata van.